Szia Szabi, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Hello Szabi! És a zeneszám alatt megbeszéltük, hogy Hidák néni mangófájából majd csak egy generáció múlva csipegetnek, és az lehet egyben felvezetője is mai témánknak, vagyis export és import gyümölcsök hazai kistermelői versus olcsó multi. Pontosan. Ez nagyon rémisztően hangzik. Szembe jött velem egy olyan, hát nevezzük is felmérésnek, vagy inkább játéknak, miszerint körülbelül egy évvel ezelőtt, és ezt a játékot bárki elvégezheti, bementem egy pár kollégámmal, így beosztottuk, hogy ki merre lakik, ki milyen boltba megy be. Most a boltok konkrét nevét nem mondom, de multi áruházakról van szó. Miszerint ott a különböző gyümölcsöknek, mint a alma, körte, szőlő, szilva, szamóca, áfonya, mála, stb. Megnézzük, hogy honnan érkezik. Uh-huh. És hát most azok, amik Magyarországról érkeznek, arra nem térnék ki, de hogyha megnézitek ezt a listát, akkor lehet látni, hogy bőven a fele is, ez azt mondja, márciusban volt, tehát nyilván azért valószínűleg júliusban egy picit más lehet a felosztás, de nagyon-nagyon érdekes, és szerintem ezt a legtöbben nem is gondolnák. Tehát mondjuk egy évvel ezelőtt márciusban, és valószínűleg most még inkább ugyanaz a helyzet. A következő gyümölcsök jöttek, nem, vagy tehát a következő gyümölcsök érkeztek nem Magyarországról. Mondjuk például a Jonagold alma Lengyelországból érkezett. Na most rögtön, hogyha a kedves rádióhallgató azt mondja, mi hát Jonagold, azt terem a kertembe is. Ugye? Tehát ebben az izgalmas, hogy itt nem banánokról lesz szó, meg olyan dolgokról, hanem olyan növényekről, olyan gyümölcsökről, amiket itthon is meg lehet termelni. A Starking alma az Ausztriából érkezett, a Golden Delicious Ausztriából, a Granny Smith Ausztriából. A Kaiser és a Boszkobak körte Olaszországból, tehát a Boszkobak, ami csodálatosan megtermelhető itthon. Bizonyos szőlők azok, figyeljetek, Dél-Afrikai Köztársaságból. Tudjátok, hol a Dél-Afrikai Köztársaság? A túloldalon. Igen. Akkor van olyan szilva, ez a red nem tudom micsoda, ami Chiléből érkezett. Chiléből. Egy jó chilei szilva. Egy jó chilei szilva. De várj, Magyarországon érted, Radnót írt a szilváról, érted? Tehát, hogy érted, ez a szilva országa. Chiléből érkezik. De Szabi, ez több kérdést is felvet. Egyrészt az, hogy van-e elég ilyen szilva, amiről Radnóti is írt itt az országban, hogy mindenkinek jusson, aki akar belőle? Szóval van? Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, szerintem lehetne. Ugye szerintem az nekünk kertészeknek, meg ennek az egész hazai gyümölcstermesztésnek az egyik fő problémája, hogy egyrészt ugye, tehát én mint kertész biztos érzelmi alapon közeltem meg szerintem a legtöbb rádióhallgatót. Hogy hát ez a Föld nevű bolygó egyik legtermékenyebb talaja, tényleg én ezt így gondolom, nyilván Chile, meg Dél-Afrika, meg ezekről benne a helyekben, Olaszországban fantasztikus gyümölcsösök vannak. De hogy nem elég azt hinni, hogy tényleg itt a legédesebb a, nem tudom én, micsoda, a szőlő meg a körte. Miközben a multinacionális cégek, és most ez az adás nem arról szól, hogy őket ostorozzuk, hanem ők tulajdonképpen ezekre a gyümölcsökre épp olyan termékként tekintenek, mint bármi másra. És azt hiszem, hogy ez a kulcs. Na most itt ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy mondjuk a Nyugat-Európában, Dél-Európában a gyümölcsök termesztés a II. Világháború után hogy indult, ugye nálunk az volt, hogy a vagonokba kellett tenni az almát, és akkor ment a Szovjetunióba, ugye ez is egy irány, ott pedig elindult az, hogy akkor már úgy tették tárcára, hogy akkor egy sárga alma, egy piros alma. Tehát, hogy elindult az a típusú marketing, az a típusú termékké kovácsolása a gyümölcsöknek, amiből aztán kijött az, hogy igen, minden második alma az be van csomagolva valamibe, piacos legyen a, azt mondja, a származási hely Hollandia piros ribiszke, igen. Úgyhogy magyar ribiszke, igen, így van. A napsütötte Hollandiában. Hát ezt lehet, hogy csak ott csomagolták, igen, mert egyébként pedig itt van, vagy Spanyolországból jött, így van, igen. Spanyolországból elvitték Hollandiába becsomagolni, vagy idehozták porcelánba? Miért? Kenyából a piros rózsát, vagy vörös rózsát ott megtermesztik, bemegy Hollandiába, a hollandoknál, ott is sok mindent termesztenek, azért vágott virágot, meg cserepest, meg ilyenek, de azért nagyon sok minden, de megérkezik a virág tőzsdére is, meg a különböző ilyen tőzsdékre, a kereskedelmi ilyen raktárba, és onnan megy ki aztán. Tehát ők nagyon jól tudnak csomagolni, meg továbbítani. Oké, Szabi, de akkor miért külföldről érkezik hozzánk a gyümölcs? Olcsóbb egy multinak külföldről beszereznie, mint a magyar termelőtől megvásárolni? Így van, meg hát nyilván tőkerősebbek ezek a cégek, illetve hát a multik azok szeretik úgy, tehát a multit nem fogja az érdekelni, hogy hú, de jó ez a körte innen-onnan, kivéve ha marketinget tud belőle csinálni, és egyébként vannak, akik tudnak, tehát most gondoljuk az egyik kedvenc gyümölcslevünkre, hogy milyen zseniális a marketing ott a dobozának az oldalán, és ott vagy a nem tudom, Balaton íze, meg a nem tudom micsoda, tehát lehet azért ebből marketinget csinálni, de az biztos, hogy egy kézben van a beszerzés, és azt mondja, hogy gyümölcs, jó, akkor hozz onnan. És tulajdonképpen itt ugye nagyon sok minden van, az
az egy dolog, hogy megtermeljük a gyümölcsöt, azt lehet-e tárolni. A multit az nem nagyon érdekli az, hogy nem tudom, februárban kevésbé terem a körte, ha neki akkor kell valamennyi, ezekhez hűtőházak kellenek. Ezek azok, amik igazából az elmúlt 30 évben nem érte utol azt a színvonalat, meg azt a versenyképességet, amit mondjuk egy olaszországi, vagy egy spanyolországi, vagy egy nyugat-európai. Tehát tulajdonképpen innentől kezdve, hogyha valaki tudja tárolni a gyümölcsöket, mondok egy példát, tehát a kajszi barackot, hogyha nem tudom, azt vagy egy őszi barackot mondjuk tényleg, mint a délután kettőkor leszednek, az nem úgy, hogy az hétfőn kiviszed a piacra, tehát az órákon belül ki kell vinni. Most nyilván egy elég extrém példát mondom, de szinte hallod a füleddel, hogy rohadott a kamionon, vagy nem tudom. Tehát, hogy igazából a gyümölcsöt leszedni, és akkor utána vele valamit csinálni, most gondolj egy paprikára, hogy szeretjük a paprikát, és oké, egy zöldség felé tettünk egy kis kitérőt, hogy roppanós. Ugye, ha már 2-3 napot áll a hűtőbe, vagy valahol, ugye, akkor már kicsit ilyen ezt már nem szívesen vágott fel, már olyan ugye? Igen, szóval hogy már nem annyira jó, és hát ott tényleg ott napok vannak arra, hogy onnantól kezdve az üvegházba leszedod a paprikát, a te asztalodra kerüljön. És tulajdonképpen hát ez az, ami innentől kezdve már nem kertészeti kérdés, hanem innentől kezdve egy szervezési, meg egy kereskedelmi kérdés. És hát a nagyobb, meg a gazdagabb, meg az okosabb az ezt mindenképpen jobban csinálja. Csak hogy közben ugye ott az van, hogy te gondolj bele, hogy te megeszel valamit, ami ide jön Chiléből vagy Dél-Afrikából, hogy az mennyi környezetszennyezés, meg mennyi. És nyilvánvalóan mi kerül a legkevesebbe, vagy ki keresi ezen a legtöbb, vagy legkevesebb pénz, az, aki ott megtermeli, meg leginkább leszedi, ugye? Azt azért ezt is tudjuk. Oké, de ha levesszük ezeket a sallangokat a külföldről érkező gyümölcsökről, hogy környezetszennyezés, meg a tárolás, meg az összes ilyen, amit említettél, ha mindezektől megfosztjuk, de maga a gyümölcs, ami külföldről érkezik, egyébként van vele valami baj? Tehát ugyanolyan egészséges lehet, vagy ugyanolyan finom? Szerintem igen, csak hát kóstoljunk meg egy szamócát, ami jön Spanyolországból, mint 500-600 forint, meg egy magyart, ami mondjuk 1000-1500 forint, hogy melyik lesz a finomabb. A hazai, de nem azért, mert magyarok vagyunk, hanem azért, mert egyszerűen finomabb. Tehát kóstol, tehát ízben is más. Hát szerintem talaj. Az a talaj, de a talaj az még más. Tehát a talaj, a napsütés egyszerűen nem ugyanazért. Tehát nem ugyanaz, hogy milyen érettségi szinten szedik ezeket le. Tehát figyelj, még egyszer kóstoljatok meg majd, amikor lesz a eper szezon, vagy szamúca szezon, egy magyar, meg egy spanyolt. És hát vagy Németországban bemész ilyenkor egy zöldséggyümölcsösbe, minden van, minden színben. De most van annak íze? Ugye általában. Én azt tapasztaltam, amikor ott éltem, hogy nem. Biztos, hogy nem olyan, mint ami nálunk van. És mondom, és ebben nem a hazaszeretet, ami beszél benned, hanem érzed, hogy nem olyan íze van. A németek is mondják, hogy itt szeretne gyümölcsöt venni. Ez nem véletlenül mondják azt a táplálkozási tanácsadók, hogy idén gyümölcsöket, meg idén zöldségeket együnk. Igen, és tulajdonképpen az a kérdés, hogy mi most már aztán egyszerű emberek mit tudunk tenni, ugye? Te most van annak értelme, hogy tiltakozz az ellen, hogy a multi az Chiléből hozza ezt, vagy az? Nincs. Amit tudunk tenni, az tulajdonképpen az, hogyha most végigmegyünk ezeken a gyümölcsökön, amik tehát ilyen lehetetlen helyekről jönnek, még azért, én azért azt mondom, hogy még egy stalkinggal van, még azért Ausztriában is durva, nem? Tehát nehogy már Ausztriában hozzunk egy stalkinggal. Meglepő, hogy Ausztriában, igen. Ugye? Hát tényleg, hogy a málnát Peruból. El kell fogadnunk, elkényelmesedtünk, a multiban ott van minden évszakban szinte minden gyümölcs, az íze meg a színe olyan, amilyen, de mégis megvesszük, ha nem, akkor mit csinálunk? Na, szóval, hogy... Tessék? Akkor jön a fagyasztott gyümölcs? Akkor jön a fagyasztott, igen. De egyébként én szedem a fagyasztott gyümölcsöt, tehát ilyenkor előszednem egyet, és akkor a radiátoron felmelegíteni, vagy ilyesmi, szóval én nagy gurmé vagyok ilyen szempontból. A radiátoron melegíteni? Hát most kizerül a fagyott izé, és akkor már úgy ennél a fagyott medgyet, de... Na, szóval, jó, jöhet gurmékám, mondjad! Az a kérdés, hogy a... Megyeri Michelin szabolcs. A radiátoron melegítem. Miért? Hol melegítem meg? Betezed a mikróba? Nem, hát ott a semmi is. Túlépünk ezzel, Szabi, semmi van. A megybe főtöd, melegíted a gázat, vagy hol? Tényleg? A radiátoron melegíted. Már egyszerűen erről is beszélgetünk. Jó. Szóval mindenkinek vannak sított titkai. Na, szóval a lényeg az, hogy mi egyén mit tudunk tenni, hogyha ugyebár van egy kertünk, vagy pedig van a nagymamának kertje, akkor te tényleg induljunk ki a legkönnyebben megtermeszthető gyümölcsöt, mondjuk tényleg egy boszkóbak például, ami tényleg ami vadkörte alanyon van, az
iszonyatosan száraz sertűrés tényleg bárhol megmarad, egy évig, ha öntözzük, de még szinte öntözés nélkül is. Tehát, hogy egy ilyen boszkopokot gond nélkül meg tudunk termeszteni, csak nem kell, nem tudom, hogy Chiléből vagy honnan megvásárolni. Tehát szerintem itt az egyén azt tudja tenni, hogy bizonyos dolgokat nem a repülőről vesz le, meg nem Dél-Afrikából, meg nem Chiléből, hanem legalább magának megtermeszt. Hát ha de tudja, de én a szoba közepén nem tudok semmilyen almafát ültetni. Jó, de valójában, hogyha megnézzük, akkor Magyarország lakosságának döntő része hozzá tud jutni kerthez. Ezt mindig mondom, és ez így van. Tehát azért nektek is van olyan rokon, vagy van olyan ismerős, akinek van kertje. Vannak is a szüleimtől mindenki. És üres a kertje, vagy vannak olyan, itt most a rádió kertjében nem akarok szétnézni, és a füvet, meg a nem tudom, mit tujákat kidobni, és de hogy nagyon sokan, akik munkahelyekre eljárnak, ugye üresek ezek az intézményi kertek, üresek ezek a telepek, ezeken a helyeken is lehetne termeszteni, mert mitől ne lehetne a közösségi kertbe, a közösségi kertet lehet így szervezni, múltkor beszélgettünk a közösségi kertekről, hogy mitől ne lehetne elmenni ebbe az irányba. Egyébként, hogy a Budapest körül is megnézzük, akkor tényleg pár százezer forintért kaphatóak olyan ilyen parcellák tulajdonképpen, amik régen ugye a 70-80-as években ilyen virágzó kertkultúra volt ugye a Kádár korszakban. Tehát nem feltétlenül 100 milliós telkekről beszélgetünk, hanem... Ezzel egy több százezer forintos telek sem egy olyan dolog, amit kiveszem a farzsebemből ezt a több százezret. Meg inkább az a kérdés, hogy maradjunk a földön, tehát egy napi 8 órát dolgozom, mondjuk, ha nem fog azért almafát metszegetni. Ráadásul nem mondjuk jó, 20 30 kilométerrel a... Na jó, rendben van, akkor védjük meg a hazai gyümölcstermesztést. Igen, de azért az nagyon fontos, hogy egyébként azért mennyi mindennel foglalkoznak az emberek. Ugye, jó, nézzünk egy gyümölcsfa árát, jó? Azt mindig szoktam nézni, hogy rendben van, hogy aki gyümölcsfát vásárol, igen, csak tudod, hogyha, és tudod, az unásig ismételt, hogy amúgy mennyit költenek cigarettára, vagy jó, erre, nem tudom, tehát ez szerintem igazából döntés kérdése. Egy málnával kapcsolatban a málna, amit gyerekkorunkból ismertek, a málnával egyetlen dolgot kell csinálni, ami letermett szál, az tőbe elmetszed. Ennyit, ha megjegyzel ezzel kapcsolatban, igen. És amúgy egy sarokba letelepítesz málnákat, és ott szépen el tud terjedni, akkor az örök élet meg egy nap lényegében. Azt szépen nem tud eredni, mert volt a bajom, mert nekem sose sikerült. Mert nem tudom, mert figyelj, ültetsz egy 30 szállat körülbelül, és az onnantól kezdve, amikor érik a málna, akkor az a családnak, tehát a málnát onnantól kezdve már nem kell megvenni, azt mondja, hogy Perúból például. Tehát az egyik dolog, hogy Perúból... Hát a játszótéren nem. Na, szerintem. Akkor hova ültessem a málnát, Szabi? Az erkélyre? Ládába? Ja, ha én most feltérképezném a te emberi kapcsolataidat, akkor biztos, hogy találnánk egy olyan ismerőst, akinek van egy baromi nagy kertje, és kihasználhatatlan, és adna nekem Szabi, a 100 négyzetmétert. Ugye, van, a szüleimnek van kertjük, de az innen 300 kilométerre van nyírmegyek. De most ne a Szabi kérdezz számol, hogy nincs közel is. Hát nem, csak azt próbálja Szabi mondani, hogy igen, mindenki termelje meg magának a gyümölcsöt, zöldséget, amivel tökéletesen... Úgy kell párt választani, akinek van földje, és hát ezt már régóta megmondtam. Hát te relemből házasodsz, vagy városihoz? Ó, a kutyafádat. Most kell szólni. Tinderen azt kell jobbra húzni, akinek van földje. Na, véred a földet, vagy nem véred? És akkor fogadjuk el, hogy nem akarunk chilei szilvát, meg új-zélandi áfonyát, hanem szeretnénk mi megtermelni a gyümölcsöt. Na de azért most mondd ki saját száddal, Szabi, hogy ez melós. Ja, persze. Ez itt zárulják? Nézd, valaki... Azt mondom, hogy gyűnyögd el a bajszod alatt, hanem határozottan mondd, ez melós. Igen. Tehát a Greta Thunberg vagy, akkor ugye elég, hogy hajózgatsz az óceánon és mész konferenciákra, és így véded a Földet. Igen. De ha egy egyszerű ember vagy, mint bármelyik rádióhallgató, akkor viszont dolgozni kell a Föld megmentéséért. És a Föld megmentése az, tehát hogy az a lényeg, és ennek a mai beszélgetésnek ez egy a végső üzenete, az eszenciája, hogy ha most semmi más nem csinálsz, csak a sarokba megtermeled a málnát, akkor amikor majd már megkívánod a málnát, amit egyébként le lehet fogyasztani, és a radiátor meg lehet melegíteni, mai típünk, ugye reggel, igen, akkor már legalább málna fronton, te már nem vagy rászorulva a perui málnára. Tehát, hogy egyébként nagyon sokan úgy vannak, hogy ó, de úgyse tudok magamnak mindent megtermeszteni, akkor hagyjuk az egészet. Csak kezd el a málnával például. Vagy csak akkor, jó, ha nem a körtével, mert tényleg nem tudom permetezni kell, vagy mit tudom én, akkor tényleg egy málnával, egy kivivel, hol van a listán? Tehát tessék, egy málna, egy kivi, egy szamóca, az erkélyen például, azoknak, akik rosszul választottak párt, és nincs földjük. Szóval, vagy akár mondjuk egy konténerbe egy áfonyát is, ezt minden gond nélkül meg lehet. Jó, lehet, hogy nekem... Áfonyát nálunk?
Áfonya földdel együtt, így van. Hát figyelj, az áfonya az... Mi? Mi áfonya földdel? Hát, hogy veszel hozzá egy ilyen speciális áfonya földet, így van, betesz egy konténerbe, magát az áfonyát is, Magyarországon van egy nagy telep, ahol termesztik, üvegházban persze, ott is konténerben van, vagy hogyha mondjuk egy magas ágyásba teszed, de erkélyen is tényleg tökéletes. Van dézsába belerakod? Dézsába. Dézsába megtölted áfonya földdel, beleülteted magát az áfonyabukrot, és tulajdonképpen akkor már abban az évben terem, így van. Ezt most csinálhatom már? Ezt rögtön most csinálhatod, már most nyáron lehet termeszteni az áfonyát. Egyébként szerintem egy ilyen 4-5 bokortól kezdve már abszolút rentábilis, és vagyonokért árulják az áfonyát, igen, ezekbe a kis akármikbe. Na, a hat hívja még fel a figyelmeteket különleges gyümölcs, és egyébként, hogyha az interneten elkeresünk a különleges gyümölcsökre, akkor nem csak az a gyümölcs, amit mi annak hiszünk, hanem mondjuk például nekem az egyik kedvenc városi fáma a nyugati ostorfa, ami egyébként a Stefánián is ugye az van végig, és például egyszer megvizsgáltam a nyugati ostorfának a magyarországi meg külföldi elérhető irodalmát, miszerint a nyugati ostorfa ez ehető, és hogy ebből akár, ezt akár gyümölcsként is be lehetne hozni, úgyhogy ha valaki valami nagyon különleges üzleti lehetőség után kutat, akkor egyrészt lehet kerbarát társkeresőt földdel együtt, igen. Van földje, nincs, igen, tehát lehet ilyet is csinálni, vagy pedig termeszthet mondjuk nyugati ostorfát, vagy szóval bármilyen, tehát nagyon sok olyan gyümölcsünk van, amit, vagy gyümölcstermő növényünk van, amit nem tartunk klasszikusan gyümölcsnek. Ezt ugye onnan lehet egyébként, mert mindig figyelni kell a madarakat, hogy a madarak azok megszállják ezeket a fákat. Ennél fogva alatt abban az időszakban nem érdemes parkolni, mert a madarak azok együtt intéznek mindent. De lényeg az, hogy képzeljétek, hogy sugárberrynek hívják ezt a igen, és hogy általában nagyon-nagyon finom, ugye az van, hogy ezek a ostorfák, ezek nem tudom, ilyen 10-15-20 méter magasak is, hát ugye onnantól kezdve, igen, drónnal lehet leszedni, vagy ilyesmi, tehát hogy alacsonyan tudod tartani, vagy például, tessék, ott van a bodza is, ugye? Tehát most, de most a bodzánál is, hát annál egyszerűbb növény nincs, hát a málna mellé ültethetsz bodzát is például. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy tényleg mindenki csak a nagyon könnyen megtermeszthető növényeket termeszti meg otthon, vagy a munkahelyén, vagy a nagymama kertjében, vagy valahol a határban, már akkor is egy picikét tettél a földnevű bolygóért. Ha már egy gyümölcsfáig merészkedünk, akkor mi legyen az első lépcső fogsz adni? Alma? Hát szerintem nem. Amegy? Nem, semmiképpen. Na jó, tehát nézzük, hogy ha a legegyszerűbbel gondolkod, én gyerekkoromban szamócával kezdtem. De nem, fával? Persze. Jó, kivivel szerintem. Kivivel. Ugye már beszéltünk itt korábban. Bármennyire is meglepő, így van. Tehát de nem az a büdös? Nem, akkor kivi az nem büdös. Nem. Fiú és egy fiúra 3-4 lány jut. Ott ezt így játsszák. De szeretnék kívülni. Igen, és van öntermékeny is, de... Oh, szóval öntermékeny ne vegyünk, hanem egy fiút és 3-4 lány kivit, és akkor trombitafolyandár meg lilakát helyett ezt futassuk fel a kerítésre, beérik, félbevágjuk, kikanalazzuk, és fantasztikusan finom. És annyi kivit meg lehet termelni, tehát aki mondjuk már elültet, mit tudom én, mondjuk egy ilyen 2 porzót, meg egy 8 termőt, az már annyi kivit meg tud termelni, jellemzően olyan 3-4 év után úgy fordul termőre, hogy tényleg már több ládába, már roskadozik, így van, és nem, nincs növényvédelmi igénye, tehát nem kell permetezni semmivel, egyszerűen csak elülteted, megtrágyázod, öntözöd, ami a csövön kifér, nagyon metszegetni se kell, kicsit lehet hajtást válogatni majd, amikor 6-8 év múlva, amikor majd addigra úgyis kiviszakértő leszel. Én a kivivel kezdeném, az biztos. Az elmúlt években sok 10 000 kivit dövet ültettek el Magyarországra, és hát föl kell menni a Facebookra, meg beírni, hogy kivi, meg nem tudom micsoda, és elképesztő képek vannak. Jó, ugye? A második lép, aki nem szereti a kivit. Örülök, hogy egy klasszikus hazai gyümölcsel kezdeni. Klasszikus hazai, igen. Ha valaki nem szereti a kivit, akkor ő mit? Nézd, amiről itt beszéltünk a málnáról, azon nem mit rontasz el a málnál? De almát nem lehet, hogy figyelj, lehet almát is, csak most mint egy almánál vagy egy körténél, ott azért nem árt, ha megmetszed, meg öntözöd, meg esetleg permetezed, tehát az már... A melós kategória. Hát igen, jó, tehát mondjuk nyilván ennek a csúcsa itt az őszi barasznak, hogy az hogy metszed meg, hogy akkor tényleg mennyit kell azt permetezni, de mondjuk például akkor tessék, hogy egy ilyen boszkóba körte, pillanat, ide veszem ezt a listát, egy ilyen körtével gond nélkül el lehet indulni. Szerintem egy szilvával is, vagy adott esetben egy kajszibarackkal. Ugye ez, nézd, hogy annyira ilyen kényelem központú mindenki, hogy jaj, csak ne kelljen vele se, de érted? Tehát ez a smaratúja országa lettünk, hogy ne legyen vele gond, érted? Tehát ez ugye mekkora becsapás, mert mennyi gond van a smaratújával. Tehát én azért mondom, hogy mindenki inkább kisebb lépésébe induljon el, mert ha előtted a kivit, és 3-4 év múlva terem, és akkor ebből neked jön pozitív visszacsatolás, akkor azt mondod, na akkor tessék, akkor meg lehet próbálni a körtét is, vagy meg lehet próbálni a ribiszkét is, vagy bármás. Most tényleg a ribiszké is, hát döbbenet,
tényleg Spanyolországból kell hozni. Tehát, hogy ami rajta múlik, hogy legalább én ne Spanyolországból vegyem mondjuk azt a ribiszkét, itt a Börzsönyben, vagy itt a Börzsön és a Duna találkozásán, ami a Dunakanyar, ugye ott a bogyós Nőtincs, meg Nógrád, ezeken a vidékeken van ugye a hazai bogyós termesztésnek az egyik központja. Miért mennek össze ezek a termőterületek? Mert nincs, aki leszedje. Tehát nem azért, mert már nem süt ugye a nap, vagy nem tudom, hanem nincs, aki, ugye ez is egy hazai probléma, miért nem tudta a magyar társadalom megszervezni, hogy a hazai bogyós gyümölcs termesztést azt megmentsük? Hát nem tudta megszervezni, pedig biztos lett volna rá valami megoldás, hogyha ez valaki érdekelt volna, vagy ez fontos lett volna, így aztán jön Spanyolországból. Jó. És nem is finom. Bárjék egészségünkre, vendégünk volt Megyeri Szabolcs kertészmérnök 5. kerület.